festőnek születtem, vagy legalábbis én így képzelem. 3 éves korom óta naponta 5-6 órát dolgozok. Sokan kesztelésből vagy hobbiból készítik a munkáikat. Én meg ez teljesen hivatásszerűen. Kaposváron születtem, ez egy dunántúli kisváros, megyeszékhely ugyan, de tele jó nevű festővel, ugye az ország akkoriban leghíresebb festőjeből 2 ott élt, illetve dolgozott. Az egyik ugye Riprónai József, a másik meg Szász Endre. És ezek olyan hatással voltak rá mindegyik munkája, hogy ráadásul ugye az egyikkel, Szász Endrével apám rendkívül jó barátságot, még gyerekkori barátságot ápolt, így én bejáratos voltam a műhelyekbe. Ezáltal óvatatlanul is, hogy a gyerek ne dumáljon, kezembe nyomtak egy papír ceruzát, és akkor rajzoljál, és akkor én rajzoltam. És amikor a 11-néhány éves koromban az előbb említett híres festőnk azt mondta, hogy ez a gyerek jobban rajzol, mint én, akkor úgy én is elkezdtem hinni, hogy ebben van valami. Az a fajta gyerek voltam, aki hazament az iskolából, és lejött az asztalához, és rajzoltam 5-6 órán keresztül, és csak mondjuk a matek leckét, vagy a fizika leckét gyorsan megcsináltam, és rohantam vissza. Egyszer emlékszem, hogy elvittek egy öreg mesterhez, akinek kurzusai voltak a városba, és akkor leültetett maga elé, és mondta, hogy ezt és ezt, tehát a szokásos kocka, gömb, ilyesmiket, hasábokat rajzoljak. És akkor azt vette észre, hogy amikor én ezeket úgy elmismásoltam, és elkezdtem lovakat, meg mindenféle harcosokat a jobb felső sarokba rajzolni, akkor azt mondta, hogy ez a gyerek, ezt nem szabad ide küldeni. Tehát ennek ez az útja, menjen a maga útján, és előbb-utóbb ebből lesz valami. Sokszor mondom, hogy a gyerekeink, tehát valamennyi gyerek zseni. Tehát 6-7 éves koráig minden gyerek szupersztár, csak aztán szépen elrontjuk őket, és különböző irányokba küldjük el. Az apám engem is elküldött ugye sportolni, meg különböző egyéb szakkörökre voltak ezernyi terve velem, hogy én mit is csináljak, mit is kezdjek az életemmel. De óvatatlanul is minden visszakanyarodott. Mindig volt egy olyan, hogy egy újabb sikerélmény lökött arra, hogy én művészi pályára kerüljek. Számtalan ilyen dolgot, tehát mondhatnék, ami egy-egy filmszerep, vagy egy filmbe való statisztálás, hogy én voltam a rajzoló kéz a gyerek színésznek. Tehát ezek mind-mind mostani szóval azt mondanánk, hogy az egómat építették. Ez itt talán túl rossz, de el tudtam azt hinni, hogy én ebben jó tudok lenni. És azt gondolom, hogy az emberek nagy része pont ennek a képességnek a hiányában van, hogyha nem tudja elhinni magáról, hogy jó valamibe, akkor nem is lesz jó. Yeah.
A tehetséged nem elég. Rengeteget kell azért tenni, rengeteget kell dolgozni azért, hogy a tehetséged nyilvánvalóvá váljon más emberek szemébe is. Ugye Goethe mondta, hogy lusta zseni nincs, tehát ha nem csinálok semmit, és én el vagyok könyvelve egy tehetséges kezdő festőnek, akkor abból nem lesz semmi. Úgyhogy én a mai napig nagyon sokat dolgozok, nagyon sokat teszek azért, ugye ez egy összetett feladat a festészet. A dolog nem ott áll meg, hogy megcsinálok egy jó képet, ami ugye viszonylagos, mert lehet, hogy nekem jó, de a másik 10 000 embernek nem jó, hanem azzal dolgozni kell, azt reklámozni kell, nagyon sok embernek el kell magyarázni, hogy én milyen jó vagyok, stb. El kell tudni adni. Az első könyv, amit az anyám a kezembe nyomott, egy történelmi könyv, amit szerintem minden magyar gyereknek kötelező elolvasni, és ez az Egri csillagok. És valahogy volt egy olyan érzésem, hogy én is bárcsak ott vitézkedhettem volna a Bornemisza Gergő vagy Dobó István mellett. Apámikat állandóan zargattam, hogy igen, menjünk várakat nézni, másszuk meg őket. Íjakat szereztem, különböző fegyvereket készítettem, és teljesen bele zúgtam ebbe a középkori világba. És amikor elkezdtem festeni, akkor óhatatlanul is ez a kor indult el. Nem gondolom magam úgy modern festőnek, hogy ami a mai szóval modern, hanem én úgy visszaképzelem magam a reneszánsz középkori világba, és ott próbálok valami dolgot visszacserpészni a 21. században. Az én képeimnél egyértelmű, hogy az a figura az én vagyok. Ezt amikor elkezdtem dolgozni, akkor azt találtam ki, hogy én senkit nem akarok megbántani azzal, hogy ilyen nyulánk langaléta alakba ábrázolom, ez legyek én, és én elindulok a magam alkotta világba, és ott kalandozok. Megtalálom a magam dulcineáját, megtalálom a magam ellenfelét, és ezekkel megküzdve képeket alkotok. Körülbelül 2010 tájéken egy lyoni művésztelepen találkoztam azzal az alapozó anyaggal, amivel én el tudom érni azokat a textúrákat, amik most jellemzőek a képeimre. Ezek azért fontosak, mert amikor visszatörlöm a festéket, akkor óhatatlanul is különböző árnyalatok, különböző mélységeket tudok kiszedni az anyagból, amit ezen anyag használata nélkül képtelenség lenne. Az összes képemen ezek a szimbólumok sorozatai vannak. A halak, a lovak, a különböző ilyen repülő objektumok, ezek mind-mind valamilyen jelképpel, valami értelemmel, jelentéssel rendelkeznek. Ugye a legjellemzőbb az kettő most, ez a piros gömb, illetve a piros szallag. A gömb az egyfajta paradicsomi állapotot jelképezek, és magát a paradicsomokat ráfestem a képeimre. Óhatatlanul is ezek furcsává teszik, izgalmassá, egy pasztelles, világos képeknél ezek a nagyon erős, kontrasztos, vörös paradicsomok mind-mind valamilyen vonzó tekintetet
tudnak képezni. Tehát az emberek rájuk néznek, megpróbálják megfejteni. És abban a pillanatban, ha valami megfejtést próbálsz találni, ott ragadsz a festményeknél. Tehát meg tudom oda tudom ragasztani az embereket a képekkel. Legalábbis egy pár másodpercig, egy pár percig nem vagyok nagyképű, azt gondolom, hogy ez bőven elég egy festőnél. A másik jelképem, ami néhány éve megjelent a képeimen, ez a piros szalag, ami hát maga az életünk, tehát az életszalag, az életvonalunk, amit én a képeimre festek. Ez valahol tekergőzik a fejek közül, valahol a lábak körül. Ez az életünk bonyolultságát jelképezi. Nem lehet egyenes az a szallag soha. A ló talán egy nagyon-nagyon régi filmélményem, az Egri csillagokból eredeztethető. Nagyon-nagyon hamar elkezdtem lovakat rajzolni. A ló, mint kedves és a szabadságot szerető lény, az megmaradt, mint a jelképek fő motívuma. Tehát ha egy lovon egy ügető vagy vágtázó embert láttok, az én vagyok, és az a szabadságomat jelképezi, azt, hogy én bármit megtehetek, amíg festőnek gondolhatom magamat. Nekünk az a dolgunk, hogy a férfiként a paradicsomot adjuk a nőnek. Tehát nekem az a legfontosabb tevékenységem, hogy a páromnak egy édeni állapotot tudjak biztosítani. A képeimmel, az életemmel, a kalandjainkkal, az utazásainkkal, mindennel. Tehát amikor átnyújtja a paradicsomot a férfi, azaz én, az lehet fürdőkádban, lehet lovon, lehet csak úgy a természetben, vagy egy épület tetején, az mind-mind azt sugallja, hogy én megpróbálom a szeretett nőnek a legjobbat tenni. Hát a hal az egy nehéz téma, én gyerekkorom óta utálom a halat. Egyfajta félelmemet festem ki ezekbe az állatokba, tehát az a félelmem, hogy én valamikor találkozok valami nagy hallal a tengerben, és ez minden egyes úszásomnál szerepel az agyamban. A másik nagyon fontos szimbólumom a hajó, ami azért érdekes, mert az életem, mióta festő vagyok, egy állandó utazással telik. És valahogy nekem a hajó az ödüsszeuszi utazás, végtelen utazás, egyik helyről a másikra, cipeljük a képeket, visszük, kiállítjuk, különböző helyeken dolgozunk, ez a hajó jelképezi. Ez a reneszánsz világ, ez rettentően fontos az én képeimben, hiszen pontosan az előbb említett, hogy egy ilyen középkori alakként képzelem magamat és az utazásaim során ezeket a kalandokat élem újjá, mint egy Don Quixote, mint egy modern Don Quixote. Ezt nem lehet másképp csak ilyen reneszánsz háttérrel elképzelni. Úgyhogy ezért festem ezeket a képeket.
Mit jelent festőnek lenni? Egy milliónyi gondolat tombol bennem, amit nem tudok elmondani, mert annyira színes, annyira különleges, amire talán a szavaink nem elegek. Viszont ha egy ecset vagy egy ceruza a kezemben van, akkor meg tudom alkotni azt a világot, amit én meg szeretnék nektek mutatni. És ennek a szabadsága ez a festészet. Kiveri a szemét.